Szépen fegyelmezetten várakoztak a kisebbek bent a templomban, majd még több diák csatlakozott hozzájuk azon a rendhagyó minikoncerten, amit az ökumenikus imahét alkalmából tartottak. Az eredeti terv szerint a Kossuth téren énekelt volna az alkalmi és nagy létszámú kórus. Azonban az eső miatt úgy döntöttek, legyen a templom a különleges alkalom helyszíne. A szervező ötletgazda Ecserin és Simon Szilvia elmondta, a felnőtteket már sok éve várja program ezen a héten. Viszont Cegléden most már van 3 felekezeti iskola is. Mindegyikben sokat tanulnak a diákok a felekezeti különbségekről. Azt szerette volna, ha meg tudják mutatni azt is, mi az, amiben mindig az egység felé törekednek. Láttam ilyen flashmobokat, és gondoltam, hogy ez nagyon egyszerű megszervezni, ezt szeretik általában a gyerekek is, szeretnek énekelni, van az iskoláknak énekkara, és ez egyszerű megszervezni. Az énekkarokkal nem volt gond, hogy jöttek lelkesen. Amikor a törökösöknek elmondtam, ott egy kicsit így féltek, hogy lesz, mind lesz. Ugye ők középiskolások, már nekik azért ebben időnként van egy ilyen kis ciki érzés is. De amikor megmutattuk a dalt, akkor nagyon tetszett nekik, és sokkal többen jelentkeztek, mint amire számítottunk. Tehát körülbelül fele a gyereket szerettünk volna elhozni, de mivel egyre jelkesebbek lettek, ahogy tanultuk az éneket, így dupláját hoztuk el a gyerekeknek, úgyhogy lelkesen jöttek, azt mondhatom, minden iskolából. Olyan nagy volt az érdeklődés tehát, hogy a végén több mint 100 diák énekelt együtt a katolikus templomban. Nem meglepő, hogy a folytatást is szeretnének, jövőre mindenképpen, de talán már azelőtt is. Közvetíteni az üzenetet, elvinni abba a világba, a világnak annak a szűkebb részébe is, ahol mindennapjainkat töltjük. Ez is fontos része és feladata az ökumenikus imahétnek, bár tulajdonképpen inkább a mindennapoknak. Hiszen az ökumené, legalábbis itt Szegléden, szinte állandóan jelen van és tapasztalható, mondta Hánka Levente református lelkipásztor. Nincs Krisztusnak több teste. Én úgy gondolom, Krisztusnak egy teste van, a benne hívők közössége, egysége. Az, hogy több test része van, tehát több felekezetben, többféle színben, többféle módon közelítjük meg, és közöljük, éljük meg, az egy másik tészta. Egyébként valóban így van, én azt gondolom, hogy Cegléden mi a vezetőségi szinten is, és a gyülekezetek szintjén is rendkívül életszerűen minden napokban éljük meg azt, hogy egyek vagyunk, tehát az egyetemességet, és hogy tulajdonképpen mi egy tőhöz vagyunk nőve, az a szőlőtőhöz, ami a Krisztus. Ezt az egységet erősíti meg ez a hét is, és ezt erősítette meg most a Szent Kereszt Katolikus, a Református Általános Iskolák és a Török János Református Iskola diákjainak közös éneke is.